negyedéves parancsnoki értekezletet tartott Ruszinszendi Romulus altábor Nagy a Magyar Honvédség parancsnoka Szentendrén az Altiszti Akadémián. A rendezvényen Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter is részt vett. A tárcavezető második alkalommal fogadta el a Magyar Honvédség parancsnokának negyedéves parancsnoki értekezletre szóló meghívását. A honvédelmi miniszter az elmúlt negyed évben megvalósított feladatokat értékelve úgy fogalmazott, hogy a február 24-én kirobbant orosz-ukrán háború fejleményei a nyár folyamán arra késztették a haderőt, hogy tempót váltson, ami mindenképpen a javára vált. A tárcavezető hangsúlyozta, a honvédség a déli határszakaszon, ahol most csökkenti a jelenlétét, példaértékűen állt helyt, és emellett több gyakorlaton is tanúbizonyságot tett felkészültségéről. Szalai Bobrovnicki Kristóf emlékeztetett, az illetményemelésről hozott határozat alapján a katonák fizetése 2022. szeptemberétől két lépcsőben átlagosan negyedével kezdett emelkedni. A jövőbeni feladatokról szólva a honvédelmi miniszter többek között arról beszélt, hogy a katonai egyéni felszerelés fejlesztési programja a honvédelmi és haderőfejlesztési célkitűzés egyik sarokköve. Korszakhatárhoz ért a haderőfejlesztés kérdése is. A legnagyobb, mondjuk ilyen szlengben nehéz vasakra vonatkozó szerződések megkötettek, azok folyamatosan érkeznek az országba, és előttünk áll még természetesen a komplettírozása, illetve az egységes rendszerbe szervezése, de mégis ez a folyamat már tulajdonképpen mind a szárazföldi erőkre, mind a légierőre vonatkozóan mondjuk így, hogy lezártnak tekinthető. Szalai Bobrovnicki Kristóf kiemelte, a honvédelem mérföldkőhöz ért a szervezeti egység tekintetében is, és a haderő irányítási struktúrája is megváltozott, amit a társadalom és a kormány is jól fogadott. Ruszinszendi Romulus altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka tájékoztatójában többek között a felkészített katonákra mutatkozó szükség kapcsán a hatékony kiképzést, valamint a pozitív fogadtatás tekintetében a nemzetközi gyakorlatokon történő helytállást dicsérte. Az altábornagy az új tisztképzés jelenéről és jövőjéről is szólt, és bejelentette, a nemrégiben újraindított rohamlövész kiképzés elvégzése 10 éven belül bizonyos beosztásokhoz előírás lesz.